A fodrász diákok egy jó hangulatú közösségben képezhetik magukat, nem Berta Tíma üzletében. A fodrász üzlet 9 éve működik, igazándiból ez a második helyem, ahol dolgozok. Itt most már 4 éve vagyok ebben az üzletben. 2 éve vannak tanulóim, tehát most már kihasználom az üzlet nagyságát. Igazándiból gyerekkori álom volt, és akkor ez miatt, nem tudom, szerettem a hajakat mindig fonni, mindig érdekelt ez a szakma, és akkor a gyerekkori álmot azt valóra váltottam. Elvégeztem egy szakoktatóit az ipari kamaránál, és tavaly januárban volt az első 2 diákom, akik idén sikeresen vizsgát tettek, mind a kettőnek már saját szalonja is van, és akkor most 3 tanulóm van január óta, akik jövőre fognak vizsgázni. Ügyesek, csinálják, amit kell, megvan a igazándiból, hogy hogyan kell csinálnunk, van egy ilyen rendszer, hogy merre kell vonulnunk, és akkor ügyeskednek. A diákok a munkát először babafejeken kezdik. A leválasztások, a kifésülés, a hajszárítás, és akkor szépen lassan felépítjük ezeket, hogy hogyan. És akkor egy idő után már élő fejeken, modelleken szépen fel van építve egy rendszer, ahogy tudunk haladni. A hölgyeknél manapság népszerű például a szőke, világosított hajvég és a melírozás. Volt egy időszak, amikor jobban ezek a vörös színek, meg az élénkebb színek, most a szőke, de igazándiból most inkább már a meleg árnyalatok, régen inkább ez az ezüstös szőke, meg a hideg árnyalatok, most inkább a hölgyek a meleg árnyalatok felé mennek. Férfi hajvágásban is azért nagyon sokat változott a divat, úgyhogy hát mindig követni kell, és oktatásokra kell járni, nekem is, én Pestre járok oktatásra, mindig követni kell a divatot. Tehát annélkül nem lehet, hogy nincs oktatás. Búvári Viktória január óta tanul a fodrászatnál. Ahogy a főnök asszony is mondta, először elkezdtük a babafejekkel, és akkor úgy szépen felépítettük. Most én teljesen nulláról indultam, nekem ez az első évem így fodrászként, hogy ebben dolgozok, hogy ezt tanulom, tehát nekem teljesen a nulláról kellett ezt felépíteni, és azért egész jól megy. Jól érzem magam, nagyon jó a környezet, a hangulat is, jókat szoktunk beszélgetni, könnyen meg tudjuk tanulni, mert azért a Timi nagyon sokat segít, meg magyaráz. Az üzlet vezetőjének célja, hogy a jövőben is minél több fodrász tanoncot oktasson, hogy belőlük aztán sikeres szakember váljon.